Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A mai nap titka január 28-án az ős régi titokzatos kínai naptárból. A mai nap felett a tűz eleme uralkodik. Természetesen ez érezhető lesz. Mutatja az erőnket, a bátorságunkat, a lelkesedést is. Megvan ez a magabiztos fellépés. Előfordulhat, hogy mások támadnak bennünket, és a tűz energiájával kell, hogy megvédjük magunkat, és mutatni kell ezt az erőt. A tűz energiája gyakran kihat a párkapcsolat területére, és mutatja a testi kapcsolatot, a szenvedélyeket. A mai napon a patkány vagy az egér hat. Ez is érezhető lesz, kihat a mai napra. Ez sikereket hoz számunkra a mai napon. Ügyesen, elegánsan intézzük a dolgokat. Ma megszépítünk valamit, de figyeljünk oda arra, hogy ne olyan kicsinyes dolgokkal foglalkozzunk, hanem azzal, ami tényleg fontos. Ma megvan az erőnk, és ezzel tudjuk szépíteni a dolgokat, de a mai napon hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy szeretnénk, hogy minden olyan tökéletes legyen. De ha ez nem így van, akkor az ne szomorítson el bennünket. A mai hold állása. A mai napon teli hold van. Egy teli hold megvilágít valamit, bizonyos témákat. A mai napon oda kell figyelni az otthonunkra, a családra, de ez a teli hold utalhat arra is, ha mi szeretnénk valamit indítani, vagy megalapítani, ami kell, hogy gyümölcsöt hozzon, hogy itt legyenek sikerek. Ez lehet egy magán cég alapítása, vagy egy család alapítás, vagy egy új otthon. És a mai nap kedvező ahhoz, hogy mi ezt tervezzük. Ugyanúgy, mint az indiai asztrológiában, a kínai asztrológiában is vannak az úgy nevezett holdházak. Ez mutatja a hold napi mozgását. A mai holdházat lépésnek nevezzük. Ez azt jelenti számunkra a mai napon, kell, hogy tegyünk lépéseket. De azt is jelenti, hogy legyünk óvatosak, mert lehet, hogy van még veszély. Ebben az ősi kínai naptárban van az úgynevezett I Ching. A mai I Ching szimból azt jelenti, hogy szorongás. Itt lehetnek félelmek, át kell tenni magunkat ezeken az érzéseken, felszabadulni a félelmektől, azon kívül jelentheti azt, hogy vannak korlátozások, kihívások, és ezzel meg kell küzdenünk. És ez volt a bepillantás ebbe a titokzatos, ős, régi kínai naptárba. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!